A legjobb árakért és kedvezményekért nézzétek meg az Enebo oldalát, a linkeket pedig mint mindig most is megtaláljátok a leírásban. Sziasztok srácok, ismét itt vagyunk egy GTA Online heti frissítéses videóban. Tegnap autót voltam vásárolni, ezért nem lett készen ez a videó, de most ezt pótoljuk. Maga a hét azt hiszem kárpótolni fog egyébként mindenkit, mert hogy az utóbbi hetek legjobb ajánlatai várnak minket. Megérkezett az új 50 férőhelyes garázs, egy vadonatúj autó és több driftfeedes tartalom is elérhetővé vált, úgyhogy nem is húznám tovább az időt, vágjunk is bele, és lássuk, mi mindent kaptunk ezen a mostani héten. A jelenlegi hét február 16-ától egészen február 23-áig fog tartani, belépési bónusz most nem jött, úgyhogy kezdjük a pódiumautóval, ami nem más, mint a Cheetah Classic. Eredeti ára 865.000 dollár, és 2017 nyarán került még be a játékba, szokás szerint ismét 7 napig mindenkinek lehetősége lesz ingyenesen kipörgetni, ami az ezúton is sok sikert kívánok. Nézzük a Price Ride-ot, ide pedig nem más került fel, mint a Coquette Classic. Ahhoz, hogy ez is ingyenesen a tiétek lehessen, a top 1-ben kell végezni 5 Los Santos Carmit versenyen, ehhez is szintén sok sikert mindenkinek. Lássuk az akciókat, ingyenesek a héten a rendszámtáblák az autókra, 35%-kal olcsóban lehet megvásárolni az összes motoros Clubhouse-t és a hozzájuk tartozó fejlesztéseket is, szintén 35%-os leárazás van érvényben az összes motoros klub bizniszen és a fejlesztésükön is, és 30%-os kedvezmény van a következő járműveken, Emerus, Euros, Kanjo SJ, Krieger, Trax és a Wagner. Jöjjenek a pénzezési lehetőségek, másfele szorzó van a G-Sketches eventen, ami egy dripfeedes tartalom, ez most került be a játékba, a térképen minden nap láthatjátok, hogy éppen hol van elrejtve egy doboz tele pénzzel, tölténnyel, snackkel és egyéb jutalmakkal. Ezek tehát most másfélszer többet adnak, mint alap esetben, lesz erről majd egy részletes bemutató videóm. Szintén másfele szorzó van a Street Dealers random eventen, ami ugyanúgy most került be a játékba, ez is egy újdonság. Lényege, hogy random felbukkanhat egy street dealer, aki megvásárolja a nálunk lévő kokaint, füvet vagy egyéb drogokat. Erről is lesz természetesen kicsit később egy bemutató videó. Kétszeres szorzó van a Relay Adversary módon és a Store Robbery random eventen, amelynek keretein belül egy boltot tudunk kirabolni, de a részletekkel szintén egy külön videóban fogok majd jönni. És kétszer speed boost van a motoros bizniszek termelésén, illetve kétszer több száplit kapunk a motoros bizniszek resupplizásáért, mint alapesetben. És akkor ezeken kívül ott van még a kettő time trial és az RC banditos a Cemetery, a Land Vehicle-es pedig az Elysian Island, a jutalom pedig a szokásos 101.000 dollár. És akkor végül, de nem utolsó sorban nézzük az új tartalmakat. Egyrészt bekerült egy új autó, a Panther, ami 2.170.000 dollárba kerül, aki szeretné és tetszik neki, az a Legendary Motorsport oldalon meg tudja venni. Elérhetővé vált az új 50 férőhelyes garázs az Eclipse Boulevard úton, 2.740.000 dollárba kerül, de amúgy elképesztően jól néz ki, nagyon személyre szabható, mert egyébként mind az 5 szintet saját tetszésünk szerint alakíthatjuk ki. Van egy nagyon menő terasza is, szóval itt van, mire mindenki várt, és én ezt szeretném majd streamben megvásárolni és felfejleszteni, úgyhogy egyenlőre nem vettem még meg, majd erre szentelünk egy előadást a napokban. És megjelentek különböző eventek, amikről a pénzszerzési lehetőségeknél már beszéltem, ezek a Street Dealers, a G-Sketches, a Store Robberies és a Stash House, ahol pedig egy házba tudunk betörni és ellopni azt, ami a szépben van. Ezekről mind-mind külön videót fogok csinálni, remélhetőleg nem sokára láthatni is fogjátok őket. Most viszont ennyi lett volna ez a mai videó, én köszönöm szépen a figyelmet mindenkinek. Ha tetszett ez a videó, kérlek dobj rá egy lájkot, ha pedig nem szeretnél lemaradni a további tartalmakról, akkor iratkozz fel. Dani voltam, hamarosan találkozunk. Sziasztok!